A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a múltba merülünk el ma, mégpedig azért, mert egy fantasztikus találkozónak adott otthont a MOL Fehérvár Múzeuma az elmúlt héten. Erről talán olvashattak a Fehérvár magazinban is, hiszen futballlegendák találkozóját szervezte meg Németh János barátunk, az utánpótlás csapatok technikai vezetője. Nagyszerű csapat gyűlt össze. Én azt hiszem, hogy aki ott volt, illetve aki olvasta és látta a beszámolókat róla, az egyetérthet velem. És hát itt van velünk a székesfehérvári futball doyenje, Tímár Mihály. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Vissza kell mennünk az időben, hiszen az évforduló egyik oka, hogy 1941-ben, ugye tavaly nem lehetett megtartani ezt az ünnepséget, alakult meg a székesfehérvári vadásztölténygyár sportklub, amely aztán 1942-ben, tehát pontosan 80 esztendeje már játszott egy meccset vadásztölténygyári sport és kultúregyesület néven akkor még. A Móri bányász ellen nyertek is 6-4-re, érdekes időszak volt, aztán lett 50-től vadásztölténygyári vasas, utána VT Vasas és Videoton. Mi már a vadásztörténgyári vasastól kezdjük, hiszen ahogy mondtam, azt a korosztályt és azt az időszakot képviseled, akik még hála Istennek itt vannak köztünk, és el tudjuk mondani, hogy ti vittétek hírét először a piros-kék színekben, a színeknek az országban. No, kezdjük az eredendővel. Hogy kezdi egy fiatal az abban az időszakban a pályafutását? Hát nehéz így visszaemlékezni, de szeretettel gondolok vissza a régi időkre. Én Törzsgyökeres fehérvári vagyok, 1938. 3. 13-án születtem. Attól kezdve, hogy úgy mondjam, a sportstadionok közelébe nőttem fel. A Szárcsa utcába gyerekeskedtem. Onnan kerültem át, mikor már általános iskolába, Marosegyi általános iskolába kerültem, onnan kerültem át a homoksori, nyíló vásártéri útra, ott épült a házunk, családi házunk, és az is a stadion tőszomszédságában van, és így, mint marosegyi gyerekek, a vásártéren találkoztunk, a szünetekben kihasználtuk minden pillanatot, hogy ezt a szeretett labdarúgást üzzük. Hát elmondhatom azt, hogy nyolcadikas koromig, tehát a 7.-8. ott fejeztem be a Marosegyi általános iskolába, utána kezdtem járni a stadionba, ahol még az 50-es évek elején az építők MB2-ben szerepelt, ott Bolimányi Károly volt az edző. A Danka Imre, Szentes Jenő, Németh Lajos fémrejelezték azt a régi építős időszakot, Szőke Miki és Szeles Balázs meg a többiek. Én ott labdaszedő voltam, és az a különös dolog állt elő később, hogy mint labdaszedő, játékostársam volt a Németh Lajos. A későbbi edző. Később játszottunk együtt, vagy 5-6 évet az MB2-be. És utána, hát ott majd később elmondom, az MB1-be is, mint edző alatt szerepeltem nála. Úgyhogy olyan kapcsolatok voltak régen, hogy szóval... Egy nagyszerű időszak volt, hiszen tudjuk, hogy a Fischer Feri is ott nőtt fel, Tíber Laci, és még nagyon-nagyon sokan, tehát a homoksor, a vásártéri pálya az egy legendás időszakot akar. Igen. Hogy kerültél a kapuba?
Na most, mint mondtam, az építésnél mikor labdaszedő volt, a Danka Imre volt nekem a példaképem, aki volt magyar válogatott kapus még a Puskásék idejében. És ilyen vékony dongájú gyerek voltam, és a szüleim nem nagyon engedtek, hogy megtiltották, hogy egyáltalán a pályára menjek. És az mégis én erőszakoskodtam minél, azt mondja, egy édesapám mondta, hogy egy alkalommal, hogy egyrészt, ha kapuba állok, ha kapus leszek, akkor elmehetek. Ő azt gondolt, hogy nem kell annyit mozogni, gondolom. És hát így mentem a kölyök csapatba, kezdtem, Csiszár Guszti bácsi volt az edzőnk. Hát ott az egész marosi gyerek, mint ahogy mondtad is, a Tibor Attila kezdett, szóval mindenki ott kezdte nála a labdarúgást. Hát először a kölyök csapatba játszottam, és még akkor is mindig mentem az építésnek az edzéseire, és a Bolemányi Karcsi bácsi, aki akkor volt az építésnek az edzője, az még ott szedegettem, még ott kószáltam a játékosok között, Danka Imrét figyeltem állandóan, és akkor egyszer, mint kiskapustak, és mondta, na gyere, és állj be oda a kapuba, ilyen kiskapuba. És akkor lehetett, hogy látni rajta, hogy valamit esetleg a mozgásomon lát, vagy valamit felfedez. Na jó, azt mondja, holnap is gyerek. És akkor, mikor vége volt a nagy csapat edzésének, akkor mindig foglalkozott velem. Oda hívta az Imrét és a Danka Imrét. És akkor elkezdtek velem foglalkozni, és így kezdődött a Mikor derült ki, hogy tehetséges vagy? Nyilván szorgalom is kellett hozzá, egyébként szorgalmas is voltál? Szorgalmas voltam. Elég sok edző keze alatt dolgoztam, és elmondhatom azt, hogy pályafutásom alatt a hány edző keze alatt voltam, mindig a kezdőcsapatba kerültem. Tehát ez egy csoda időszak volt. De nyilván ehhez kellett tehetség is mindenki. Hát igen, és a Danka Imre mondta, meg a Bolemány is, hogy hát hogy ne hagyjam én ezt abba, akkor még fel akartak vinni Pestre. De én, mint törzsökeresfehérvári kötődésű lokálpatrióta, meg se fordult a fejemben, én Székesfehérvárt elhagyom. Tehát haladtál a ranglétrán szépen fölfelé? Szépen a ranglistán. Játszottam a megyei ifjúsági válogatottba, és utána a megyei csapatba, alakult egy csapat, a Petőfi. Ez egy megyei tanácsnak a csapata volt. Albrecht Józsi bácsi, akkor a tanács elnöke volt. Az volt a szponzorunk, hogy úgy mondjam. Zöme diákokból állt ez a csapat. Itt játszott a Fischer Feri, Sárvári gyerekek, Sárvári Pista meg a Gyuri. Nagyon jó játékosok voltak. Ugye ez megyei első osztályban volt. Ez megyei első, és akkor megnyertük a Petőfivel megnyertük a megyei első osztályt, és bekerültünk az NB3-ba. Akkor az NB3-os Mávárdőre is akkor volt az NB3-os, meg a Petőfi. Hát mondtam, mi diákcsapat voltunk, sok diák játszott abban a csapatban, és valamilyen oknál fogva jó pár meccset játszottunk az NB3-ban, jó kis csapatunk volt, és valamilyen oknál fogva meg befejeztük a iskolát, én is a gépipari technikumban végeztem 1957-ben. A Sárvári Pisti meg a Gyuriék, azok meg a József Attila gimnáziumban is elkerültek Moson-Magyaróvárra egyetemre. Tehát így lassan feloszlott a csapat, és akkor felfigyeltek többször ránk, a Turai volt akkor a vadásztörténgyárnak az edzője először, és a Bandi bácsinak mondták, hogy van itt két játékos, aki a Petőfibe kirek, érdemes lenne felfigyelni, és akkor kijöttek, megnéztek bennünket, itt volt a Fischer Feri, Bobori Béla, akkor én, és mivel már feloszlóban volt a Petőfi,
felajánlották, hogy menjünk át. És a Csiszár Guszti bácsi az intézte, hogy nem csak mi, hanem a Fischer felé, meg a többiek, hanem mindenki az egész csapatot átvette akkor. Milyen időszak volt, hiszen a vadásztörténgyári vasas egyértelmű a későbbi videóton, de egyértelmű az, az volt a cél, hogy minél magasabb osztályban szerepeljetek. Igen, itt aztán úgy volt, hogy 59-ben kerültem a én személy szerint, meg a Fischer Feri, meg a többiek a akkori VT vasashoz. Akkor már VT vasas volt. Tehát mi vadásztörténgyár, mint vadásztörténgyár vasas nem játszottunk, hanem mint VT vasas volt. Akkor az MB2-es csapat volt, és hát onnan kerültünk aztán, följebb bekerültünk az MB1B-be. Igen, és 61-ben már majdnem feljutott a csapat, akkor harmadik lett, aztán utána várni kellett. Igen, és akkor csomót. Minden, az volt a cél, meg már megpengedték előttünk is játékosok előtt, hogy el kellene jönni az NB1-es szintet. És akkor elhatároztuk, hogy megpróbálkozunk minden, összeállították a csapatot, jó kis csapat jött össze. Úgyhogy én arra is büszke vagyok, hogy több generációval játszhattam. Tehát játszottam olyan csapatban, hogy Szűcs Guszti, Bognár Feri, Horváth és Délfalvi, Németh Lajos, Szőke Miki, Szentes Jenő. Tehát ők voltak az alap? Ők voltak az alap, és innen, ezek még MB2-esben voltunk velük. Igen. És akkor, amikor átalakították a labdarúgó kitemelesznél a dolgokat, akkor lett MB1B. Igen. És akkor ott már olyanok játszottak, mint a Karsai Laci, Burka Imre, Fischer Feri, Vorek Tibi. És akkor a végén a 68-ban pedig már Kovács Laci, Fejes Gabi, igen, és a többi. És 67-ben, tehát én ezekkel mind végig játszottam a mérkőzéseket, és akkor 67-ben kerültünk olyan stádiumba, hogy nagy három, nagy kettő. Olyan stádiumba, hogy megpályázzuk az NB1-et valahogy. Igen. És az ugye naptár évben volt az a bajnokság, az egy különleges volt, és fel is jutott a csapat második helyen. Milyen volt az a csapat? Ki volt a mesteretek? Hát ott a... Akkor azt hiszem Kárpáti Béla volt a vezetőedző. A Kárpáti Béla, igen. Kárpáti, akkor igen, és utána, mikor Kárpáti Bélával kerültünk fel az NB1-be, 1967-ben, az utolsó még, akkor már Sostorra kerültünk, akkor már Videoton néven szerepeltünk. Igen. És akkor onnantól kezdve, 1968-tól, mikor felkerültünk az NB1-be, hát akkor volt a Kovács Józsi, kezdte bontogatni szárnyait, Pos Feri, akkor Pintért hozták ide Újpestről, Balogh Karcsi, Külajos. Igen, akkor már nem volt Isva is Tibi bácsi. Akkor nem, pedig... de voltak a második csapatban. A második csapatban. Volt egy olyan csatársunk, hogy Pintér, Balogh, Kü, Karsai, Csukovics. Tehát a Kárpáti Bélánál akkor Szabó Karcsi, Bobori Béla, Szabó Karcsi. Már Fischer Feri nem volt itt, mert eligazolt a Vasasba. Az első évben kiesés lett a vége. Az első évben elég jó meccseket játszottunk. Mindenkivel partner voltunk, úgyhogy olyan, hát első mérkőzésünkön a Vasas ellen játszottunk Budapesten, Fischer Feri már játszott a Vasasba akkor, ellene játszottunk. Akkor kikaptunk, akkor kaptunk 6-1-jel kaptunk ki, de az ott nem volt olyan nagy versenyünk, 1-2 góllal kaptunk ki, vagy ha győzelmeink voltak, akkor 1-0 vagy 2, szép győzelmeket adtunk is itt Fehérváron. Ugye. Mindjárt második mérkőzésünkön már Diós Győrt vertük meg 1-0-ra, egy tévés meccs volt. Utána a Kovács Feri volt akkor az MTK-nak az edzője,
Azt is megvertük 2-0-ra. Akkor a Győri Etót 1-0-ra, Tatabányát 1-0-ra, Csernai Tibi, meg ilyenek játszottak akkor a csapatokban. Igen, egy fantasztikus időszak volt. Ugyanakkor az év végén búcsúznotok kellett. Az év végén sajnos 1-2 pont hátránnyal, 2 vagy 3 pont hátránnyal estünk itt. Szóval, tehát elfogadható teljesítményt nyújtott a csapat. Napra elhatároztuk, hogy minden áron vissza kell kerülni a NB1-be. Elnézést. És akkor került a hozzánk edzőnek a Turai András, Turai Bandi bácsi. És másodszor szerepelt már itt a, először a vadásztörtén gyárnál volt, és akkor visszajöttek, mert egy rámenős, egy karakány ember volt, és úgy gondolták, hogy ilyen ember kell ahhoz, hogy itt összefogja a csapatot, és minden áron visszakerüljünk az NB1-be. Így is történt. És így is történt, és több ponttal megnyertük az NB1-es bajnokságot, és örülök, hogy én is részese lehettem ennek a fejlításnak másodszor. Igen, és akkor azóta pedig folyamatosan NB1-es a csapat. Igen. Mi volt az erénye ennek a csapatnak? Hát az erénye az, hogy hogy úgy mondjam, más labdarúgás voltak abban az időben, mint a mostani. Tehát akkor családias légkör volt, a szurkolók rengetegen voltak minden meccsünkön, úgyhogy mondjuk az is előadott abból, hogy nagyon sok más szórakozási lehetőség nem volt, nem úgy, mint most. Tehát akkor majdnem egyetlen szórakozás volt a labdarúgás, és szerették is a fehérváriak, és szerették a csapatot. Erénye, ahogy kérdezed, az volt, hogy harcos küzdőszellem, egymásért küzdöttünk. Pályán kívül barátok voltunk. Úgyhogy szóval ott nem volt olyan, hogy valaki különcködött, vagy ilyen különc egységek lehettek a csapaton belül, mint manapság. Igen, hát sima volt a feljutás. Ez azért is fontos és érdekes, mert ugye Karsai Laci például 34 góllal lett gólkirály, igen, ami egy fantasztikus teljesítmény, igen, középpályásként. Igen. Másrészt meg volt egy remek kapus, te magad, igen, hiszen ha amennyiben jól tudom, akkor minden szeretted volna abba hagyni, aztán mégsem. Igen. Na most az volt a helyzet, hogy én az egyik, mikor megnyertük a bajnokságot, bekerültünk az NB1-be, az összes még egy kivételével, mikor egy sérülés, ilyen szemsérülésem volt, a 30 mérkőzésből 29-szer szerepeltem. Úgyhogy végigvédtem azt a szezont, és elég jó teljesítményt nyújtottam meg a csapat is, mint már az előzőekben mondtam. Az, hogy kiestünk, hát az újoncként jól szerepeltünk. Ugyanakkor, na ahogy... Most, mikor visszakerültünk másodszor, megnyerték a bajnokságot, akkor én abba akartam hagyni a labdarúgást. Én úgy éreztem, hogy amit én elterveztem, hogy NB1-es játékos szerettem volna mindig lenni, válogatott is természetesen, de akkor olyan kapusok voltak, hogy a vidékiek még szóba se kerülhettek a válogatott szempontjából, Grosi Gyurától kezdve, ugye, Gellérten keresztül, Szent Mihály, mind olimpiai válogatott játékosok voltak. Szóval nehéz volt oda férkőzni a válogatott közelébe is. De én megelégedtem azzal, hogy NB1-es játékos lettem Fehérváron. Nem mentem. Voltak meghívásaim, de én azt... Fehérvárról szerettem volna NB1-es játékos, ennél is ezt el is értem. Nehezen indult ez az új, a második NB1-es szezon, hiszen a 12. fordulóig alig-alig volt győzelem. Utána azonban bejött az edzőváltás is, mondhatjuk, hiszen Kárpáti Béla helyett Németh Lajos bácsi lett az edző, és ez sikert hozott. Igen. De hogy készültetek, hogy volt a felkészülés ilyenkor? Milyen edzéseket tartottak? Hát... A Németh Lajos
Akkor még NB1-ben voltunk, mikor a váltás történt. Tehát a második szezonban lett a Németh Lajos az edzőnk. Hát egy alapos ember volt, ismerte az ifi csapattól kezdve az egész felépítést, a játékosoknak. Egy pedagógus is volt, úgyhogy jó csapatot követ, kovácsolt össze. Egy edzőnek ugye az az erénye, hogy az játékosok előtt elfogadható legyen. Tehát nem megélhetési edző. Mi most kétféle edzőtípust, én szerintem kétféle edzőtípus van, aki a saját maga karrierjét, vagy az elgondolásait építi, és vannak a megélhetési edzők, akik más külső befolyásra, még a csapat összeállításba is beengednek szokni. Tehát ilyen edző, aki ilyen volt, aki ebben nem akart részt venni, az a Németh Lajos azok közé tartozott, meg a Kovács Imre, aki később, mikor már kiestünk, átvette a csapatot, és ő egy olyan csapatot hozott össze, ami teljesen alapja volt annak, amit a Kovács Feri vett át, és az vitt tovább. Tehát egy karakány edző volt, és amikor én abba hagytam, mondtam, hogy abba hagyom, akkor volt egy olyan fél szezon, mikor nem volt kiesés. És akkor próbáltak fiatalokkal erősíteni a csapatot, akkor mi kapusposzton is, akkor hozták ide a Magyar Gabi Debrecenből, meg a Szabó Pisti dologról. Két tehetséges kapus volt, és a Kovács Imre azt mondta, hogy... És akkor ők ilyen katonai szolgálatot is teljesítettek itt a közelbe, és ugye nem minden, volt, mikor nem engedték erőket. Ilyen aranytartaléknak mondta, hogy egy évet még maradjék, és foglalkozzunk velük, ezekkel a fiatalokkal, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a sorsuk. Nem volt kiesés, tehát nem volt tét, olyan értelemben. És hát akkor egy évet én elvállaltam a Kovács Imre mellett. És akkor láttam azt, hogy milyen edző a Kovács Imre. Tehát tényleg egy olyan stabil csapatot hozott össze, ami ő alapozta, még merem állítani, hogy ő alapozta meg a későbbi videótonnak az alapjait, ő rakta le, amit a Kovács Feri emelt aztán a döntőre. Igen, hiszen utána már nem kellett sokat várni, nem sokára ott volt már az ezüstérmes, meg az UEFA kupában induló igen. Csapat is. És akkor a Kovács Imre felkérést kapott, mert ő azt mondta, hogy NB1-es éhezve bajnok csapat edzője akar lenni. És akkor felkérést kapott Újpestről. Így is történt. És akkor így is történt, de a videótól nem akart elengedni. Csak azért mondtam, hogy megélhetési, milyen a megélhetési edző, meg a másik között, a egyéniség között a különbség, hogy a Kovács Imre mutatta nekem a papírt, hogy Dózsa felkérte, ő neki csak alá kell írni a dolgokat, aláírja, akkor ő az Újpestnek az edzője. Ő mindjárt nem mondott igent, de utána azt mondja, hogy mindenképpen válogatottam, illetve bajnok csapat edzője akar lenni, és azt is mondta, hogy nem nagy kuncot, ahol Fazekas Görös Dunai kettő Zámbó, benne Dunai kettő Zámbó volt a csatársor, meg a többiek, ugye, nem azva volt, szóval nem csak edzőkérdés volt az, hogy bajnokok legyenek. Azok is lettek kétszer, és nem akarták elengedni, és jött a Délfalvimnak, az volt a szakosztály vezető, és mondta, hogy Imre, hívott a pap vezérigazgató ebbe az ügybe. Hát azt mondja, ő még volt egy kis irodája ott a pályán az edzőknek, hát én is ott voltam mellette. És azt mondta, hogy ő neki ez a munkahelye, mondja meg a vezérigazgatónak, hogyha valamit akar beszélni valamit, akkor itt reggel 8-tól délután 5-ig itt megtalálja.
De hát azt mondja, Imre, hát hogy mondhat ilyen, azt mondja, pap vezér igazgatja. Hát abban az időben ott ügyér volt a, ezt a... Hát neki, de ezzel akartam mondani azt, hogy nem engedett beleszólni semmit. De nem volt az, hogy valaki az ő elképzelés, hanem akkor elküldik, vagy van, de az ő elképzeléseit megvalósította. Tehát olyan időszak volt, amire érdemes és kell is emlékezni. Igen. Mihez kezdtél a pályafutásod vége után? Hát a pályafutásom vége után én visszakerültem. Hát mikor bekerültünk az én mindig, meg a többiek nagy része is ugye abban nevelkedtünk, hogy szerettünk bemenni a gyárba dolgozni. De amikor bekerültünk az NB1-be, akkor kaptunk egy év felfüggesztést a gyár vezetőségétől. Ugye délelőtt, délután edzés volt, azt nem lehetett csinálni, János. Hogy délelőtt is meg bemenni, ott csak rontottuk volna a levegőt, szóval, meg a légkört. Szóval az, és akkor kaptunk egy évet, és ezzel mindenki élt, és mikor ennek vége volt, kiestünk vissza, akkor visszakerültem. Én nekem volt egy ilyen termelési felelős tévégyáregységben voltam végig, ilyen termelési felelős voltam, később még művezető. És ez volt a nyugdíjazásomig. Milyen érzés találkozni a régiekkel, hiszen... Hát ez egy felemelő érzés volt. A Németh Jancsinak sokat köszönhet mindenki, ezt mondták a játékos társak is, hogy... Hát vannak itt 50 éve, például a Nagyhárom Jancsit, 50 éve nem lát, 50 éve nem találkozott. Telefonon köszöntöttük egymást szülinap alkalmával, de úgy nem találkoztunk, és ez felemelő érzés volt, ez megható volt, és már régen akarta Jancsi ezt a találkozót, de ahogy mondtad is, közbeszóltak itt különböző ilyen vírusos dolgok. Viszont nagy örömmel néztünk körül, én azt hiszem, hogy ti vagytok azok, akik megteremtettétek a lehetőséget arra, hogy Fehérvár futballváros is legyen, és ezt ezúton is köszönöm szépen minden szurkoló nevében. Ahogy a jelen milyen, azt hagyjuk. A fontos az, hogy ti itt vagytok köztünk, és hát én ehhez kívánok jó egészséget, hogy minél többet tudjunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm. Én még azt szeretném megemlíteni így zárólag, hogy az, hogy én itt a sportteljesítményemet meg, hogy értékelték és elismerték, meg a munkahelyen is megbecsültek, nagyba köszönhetem a feleségemnek, akivel 54 éve vagyunk házasak. Idén ünnepeltük az 54. házassági évfordulónkat, aki mind olyan hátteret biztosított, ami mai napig szerencsére érvezhet. Jó van, akkor erőt, egészséget, boldogságot, további boldogságot kívánok mindnyájatoknak, az egész családnak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Tímár Mihály volt, nagy idők tanulja, a Videóton egykori kiváló kapusa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.